évekig rendszeresen bántalmazta a fóti gyermekvárosban néhány nevelő a rábízott gyerekeket. Az egyik fiút a születésnapján is megverték, legalábbis ezt állítják a híradónknak nyilatkozó egykori lakók. Elmondásuk szerint három nevelő még ma is aktív dolgozója az otthonnak. A ma már felnőtt férfiak azt mondják, hogy gyerekként hiába kértek, senkitől sem kaptak segítséget. Most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz fordultak, hogy vizsgálják ki az ügyet. Gyerekként azt gondoltuk, hogy ez a természetes módja a nevelésnek. Pofonok, kokik és a nadrág szíj is részei voltak a mindennapoknak a fóti gyermekvárosban, legalábbis erről mesélt híradónknak az otthon egyik korábbi lakója. A fiatalember, nevezzük őt Ágostonnak, azt mondja, néhány nevelő rendszeresen és módszeresen ütötte a gyerekeket, közülük hárman ma is a gyermekvárosban dolgoznak. Ágoston szerint volt olyan szoba, ahol többször elhangzott a nevelők szájából Bruce Willis legendás kérdése a gyerekek felé, fej vagy gyomor. A gyerekek pedig hiába próbáltak segítséget kérni, érdemben soha nem történt változás. Egyszer nagyon megvertek, és akkor mondtam, hogy el fogok menni, szólok az igazgatónak. És akkor nem tudom, én utána két hétig nem volt aktívan bántalmazás. Tehát erre tudok példát mondani. Ez nyilván azért volt, mert megijedt a nevelő. Ágoston azonban nem csak a pofonokról beszél, hanem a lelki terrorról is, amelyet ugyanaz a néhány nevelő, köztük az övé is, rendszeresen alkalmazott. Ennek én például 10 évig ki voltam téve, konkrétan 85-től 95-ig. Tehát volt olyan nap, amikor az iskolából úgy mentem haza, hogy éreztem a gyomromban, hogy fizikai jelenléte van a félelemnek. Tehát, hogy szabályosan féltem hazamenni. József, aki szintén az otthon egyik korábbi lakója, azt mondja, őt a születésnapján sem kímélte a nevelője. Gyerek voltam még. Állítólag már kezdődött a készülődés, hogy az én születésnapomhoz tartva. Én még horgáztam, késtem körülbelül 10 percet, már kaptam az osztást, hogy ha nem lenne ott egy bizonyos személy, akkor én már kaptam volna a füleseket. Ezt mind a születésnapomon. Aztán kaptam is. Jó napot kívánok! Természetesen szerettük volna megkérdezni a gyermekváros illetékeseit és a történtekről, de nem tudtunk beszélni senkivel. A ma már felnőtt férfiak a történteket néhány hete bejelentették a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is, ám azóta sem kaptak értesítést arról, hogy a hivatal vizsgálja-e az ügyet. Emellett a Magyar Helsinki Bizottság segítséget is kérték, bízva abban, hogy az eltelt évek ellenére sem marad el az otthon még aktív nevelőinek felelősségre vonása.